2011. januárjában a Művészetek Palotája próbatermében vagyunk, egy szörnyű, szürke ocsmány napon, de az egészben az a fantasztikus, hogy percek múlva el fog kezdődni egy próba, amely a 30-40 fokos Andalúziában játszódó darab, a Bernarda Alba próbája. Amikor elkezdtük csinálni ezt a darabot, tulajdonképpen azon gondolkodtunk, hogy mi legyen a műfaji megjelölése, hogy maradjunk-e annál, amit maga a szerző írt, hogy musical. Tudomásul kell vennünk azért a szerző óhaját és szándékát, de természetesen nem egy olyan típusú musicalre gondolunk, illetve ne gondoljon a néző egy olyanra, milyen a My Fair Lady, a La Mancha lovagja, a Rómeó és Júlia, vagy a Szépség és a szörnyetek. Ez egy kőkemény darab. Hiszen már maga az alapmű, a Lorca dráma, az sem egy vígjáték, habár bizonyos humor, groteszkség elő fog fordulni a mi előadásunkban is. Ez bármennyire is furcsa, úgy nevezni inkább, hogy egy musical opera, opera musical, fantasztikusan van hangszerelve, hihetetlen zene. Az is fontos, hogy ez nem Lorca Bernarda Alba háza című darabja, ez Michael John LaChiusa Bernarda Alba című musicalje. Ugyanis sokkal többet tudunk meg Bernardáról például, mint az eredeti Lorca műben. Rúzs, mit képzelsz az apák temetése napján? Nem volt az apám. Az én apám már régen meghalt. Nem emlékszel? Leszel! Engedj ki! Három idővel szoktunk dolgozni, ugye egyszer a megírás ideje, itt ez duplává válik, mert egyszer van a Lorca mű megírásának ideje, a 1930-as évek vége, a zenés változat megírásának az ideje, és az az idő, amikor mi játsszuk. Tehát azért ez egy nagyon izgalmas három idősik. Természetesen mi a zenés változat, illetve LaChiusa önálló Bernarda Alba című művének az idejét veszük figyelembe, és a mi időnket, tehát a 2011. januárját, amikor színpadra raktuk ezt a darabot. Meg is fog jelenni a látványban is, a ruhák abszolút kortalanok lesznek, akár ma is lehet hordani őket, egyedül talán a nagymamának az őrületeit képviselő ruha az, amibe nem hiszem, hogy ma valaki szívesen kimenne az utcára. A díszlet, a világa, a dolognak a látványa, az pedig egy kaszárnyát sugal, amit fogunk látni a vaságyak, az asztalok, a stokkik, a székek, és ez a kaszárnya, ez tulajdonképpen az a világ, amit Bernarda létrehoz. Ugyanis elhangzik a darabban, rögtön a prológusban, hogy Antonio Maria Benavides meghalt. Mostantól kezdve ez Bernarda Alba háza. LaChiusa azt kereste meg a darabban, hogy tulajdonképpen az a lelki terror, ami őt érte a szülei részéről gyerekkorában, amiről tudomásunk van, azt próbálta kiírni magából, megcsinálni, és ebből következően is, meg abból, hogy igen, van, létezik ilyen világ. Talán az a része elképzelhetetlen ma már számunkra, hogy valaki 8 évre a gyász idejére bezárja a házát, befalazza a lányait, de mégis azt gondolom, hogy ezt a 8 évet levéve nagyon is létezik ez a világ.